1955-ben hirdették meg a megyében az első pályázatot, változóan hol tematikával, hol anélkül. Idén szabadon alkothattak a művészek. A miskolci szakemberekből álló zsűri 48 munkát választott a kiállításban, igyekezett nagyon egységes megjelenést biztosítani. A pályázatot meghirdető Józs András Múzeum méltó helyet keresett a bemutatónak, így került hagyományteremtő szándékkal a kulturális központba, fogalmazott a megnyitón dr. Rémiás Tibor múzeum igazgató. Kezdetben a Városi Galéria volt az, aki megszervezte ezeket a őszi tárlatokat, és 2009-től, tehát 10 éve, amióta a Józs András Múzeum rendezi a őszi tárlatot. Említettem, hogy ez egy éves seregszemléje a megyei és a város művészeinek, de pályázat is egyúttal. A városdíját Horváth János festőművész, a megyei nívódíjat pedig Csutkai Csaba fotóművész kapta. Az előbbi munkája egy korábbi esztendők alkotótelepének helyszínén a zempléni monokon készült olajtájkép, a Kőképek című triptihon pedig a noszvai barlanglakásokba vezeti be a látogatót a digitális képkidolgozás nyomán. A korábbi hagyományokat követtük, az idén is egy nyílt pályázat volt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy pályázhatott amatőr, mint hivatásos művészek. Az idei pályázatra 90 alkotás érkezett, ebből a zsűri 48-at hagyott, vagy szavazott be a tárlatra, tehát nagyon keményen szelektáltak. A festészet és a grafika dominál az idei kiállításban, egy plasztika és egyetlen iparművészeti együttes érkezett a pályázatra. A kortárs művészet az mindig extravagáns, minden korszakban az volt egyébként, amelyet vagy megértenek a látogatók, vagy pedig nem. Ahogy a kor modernizálódik és látszik az alkotásokon is, egyre elvontabbak azok a képek, amelyeket elénk tárnak, tehát már ne keressen senki sem Rubens szídomokat és letisztázott lovasokat, mert az ritkán talál. Az őszi tárlatot, a Szabolcs megyei képzőművészek kortárs bemutatóját október 13-áig láthatják a Váci Mihály Kulturális Központban.